Ijeszgetik a népet a mohácsi busók farsankor. A mohácsi sokácok messzeföldön ismert népszokása idén február 28-a és március 5-e közé esik. Englert Antal busómaszk faragó népi iparművész a Pártaszéki Idősek Klubjában tartott előadást a maszkok eredetéről, készítésének fortéjairól. Nem pontosan ismerjük az eredetét, úgy tartják, hogy pogány időkből, tehát az egyházi vallás előttről. Igen ám, de az ember mindig, amióta létezik, félt és hitt valamiben. Félt a hidegtől, a tűztől, a szegénységtől, a betegségtől, és hitt abban, hogy túléli, megjön a jó. A mohácsi busok azt jelképezik, hogy jelképesen elűzzük a telet, megszüntetjük a hiányt, és eljön a biztos jövő, a tavasz, a boldogság. Egy busó maszk, egy busó az mindig azt az ember feletti erőt jelképezi. Mindig azt hordozza, hiszen a legfontosabb az, hogy ne tudjuk ki ő. Hogy létezik túlélés, hogy ennél borzalmasabb már nem érhet. Ha a busó velünk van, akkor mindent elűz körülöttünk, ami rossz. Tehát a busó az egy nagyon jó alap, az egy szép alap, az a tulajdonképpen a mi hitünk. Megtelt a Pártaszéki Gondozási Központ tárgyalója, olyan sok idős embert érdekelt a maszk készítés és a köré épült hiedelemvilág. Hódi Katalin szakmai vezető azt mondja, mindig igyekeznek valamilyen érdekességekkel készülni a klubtagoknak. Farsang idejét éljük, és úgy gondoltam, hogy Mohács nincs messze tőlünk, kíváncsiak vagyunk mindig az itteni hagyományokra is, de a környező települések hagyományra is, és ezért szerettünk volna meghívni egy busó állarc faragót. Azt gondolom, hogy rendkívül érdekes népszokásról van szó, ami nem csak itt a környékünkön, de az országban, világban ismert, és rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is tudják ezt a hagyományt éltetni, milyen értékek mentén működik ez az egész, és milyen annak, aki valóban ebben éli a mindennapjait, nem csak egy hétig tart az életében a busójárás és az ezzel kapcsolatos munka, hanem az egész életét kiteszi ez. A megnevezése az nem az, hogy busójárás, hanem az, hogy poklade. A poklade az azt jelenti, hogy átváltozás, átalakulás. Átszellemül. Természetesen a férfiak. Csak férfi lehetett busó. És természetesen a legfontosabb, hogy a nőkkel tehetnek gyakorlatilag bármit. Egy busónak minden szabad 3 napon keresztül farsangot. És ennek az ideje ugye nagyon egyszerű, a farsang farkában, amikor a legnagyobb a tombolás. Amikor akkor átmulatozunk, mert utána következik a bőr. És most már keresztény hitről beszélek, igaz? Betettem egy keresztény időrendbe. Azt mondták, hogy a monda szerint elűzték a törököket Mohácsról. Hát a csata van, annak pontos évszáma van. Az 1526. augusztus 29 az olyan kötelező minden magyar történelmet ismerő embernek, hogy álmában is. De mi történt 1687-ben? Volt egy második mohácsi csata, amiről annyira már nem beszélünk, mert ott kivonultak a törökök. Egész Európát legyalázták, el voltak 150 évig. Kimentek, volt azért itt egy kisebb ütközet, de erről már nem beszélünk. És 1687 után 150 évig gyakorlatilag üres volt ez a város. Ide telepítenek egy katolikus, horvát népcsoportot, a ferences rendi szerzetesek hozzák ide őket, és innen kezdve elkezdődik valami bolondság. Senki nem foglalkozik ezzel a pogány eredettel, hiszen keresztény minden. És most 1680-1700-ról beszélnek. Innen kezdve ismerjük a mohácsi busójárást. De csak úgy, hogy ez egy förtelmes, egy vad, egy pogány, ugyanis minden szabad a férfiaknak. Ebben benne van, hogy a szomszédasszonyt is meg lehet lapogatni. A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma, szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes harisnyát húztak, lábukon bocskot viseltek. A bundát az öv vagy marha kötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marha kolompot, kezükben pedig az elmaradhatatlan kereplő volt. A leglényegesebb azonban maga az állarc, amit viseltek. Minden természetes alapanyag, tehát fűzfából készítjük egyébként, az az alapja, bármilyen puha fából készíthető lenne, de tisztelem annyira a hagyományt, hogy nem volt más, nem állt rendelkezésre akkor értékesebb faanyag. Birkabőrrel, borított csukjával húzzák fel, tehát úgy marad fejen,
és a ház körül lévő háziállatoknak a szarvait tesszük rá, ez lehet tehén, kecske, birka. Ma már egyre ritkább, hogy például korszarvat tudunk szerezni, hiszen alakul át a környezet, tűnnek el állatfajok, fajták, tűnik el egy csomó olyan kiegészítő, ami valamikor természetes volt. A színe, az a vér tulajdonképpen. Sokszor azt mondják, hogy vérrel festjük. Hát ez így nem igaz, de a vér az maga az élet jelképe a néphagyományban. Tehát a vörös különböző árnyalatai vannak. A tűzpirostól a majdnem a feketéig. Ezen kívül csak olyan természetes színek lehetnek rajta, ami az ember sajátja, tehát a szemfehérje, a szájpirossága, a szemöldök feketesége, vagy a szakáll feketesége, semmilyen más rikító szín nem kerülhet rá. Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó busócsoportoknak az volt a céljuk, hogy házról házra járva kifejezzék jó kívánságaikat, elvégezzék varázslataikat. Közben étel-ital adományokban részesültek. Sokan régen úgy tartották és tartják ma is, hogy a busok több napon keresztül részegek voltak, pedig nem biztos, hogy attól dülöngéltek, mondja a szakember. Mi bezárul a világ. Ebben a falabban viszonylag kevés hely van. De erre kerül egy nagy birkabőr csukja. És úgy marad a fejemen, mint egy sapka, tehát ezt így ráakasztom. Nincs más rögzítés igazán. Felhúznak 5 birkabőrből készült nagy bundát. Felhúznak egy nagy gatyát. Azt mondtam, csak férfiak lehet. Hát itt kezdődik a férfi. Ugye? Én ma már csak a barátaimnak faragok. Sajnos nagyon meghatározza a külső hatás egyébként azt, hogy sokan üzletet, pénzt látnak bennem. Abban a pillanatban, hogy kivesszük azt az értéket, hogy érzek, hogy hiszek, hogy gondolok valamire, abban a pillanatban elveszti az erejét, és egy egyszerű dísztárgyá válik. Dísztárgynak viszont nem elég szép. Én a maszkjaimat mindig úgy készítem, hogy megismerkedek egy olyan világgal, karakterrel, emberrel, akiben megfog valami, és megpróbálom azt erősíteni, azt az érzést. Tehát igazából a hibák köré építünk egy karaktert, ami erősen jelenik meg. És ha ez működik, tehát azt látom, hogy a körülötte állók valóban megijednek tőle, és mégis nagyon szeretik, kíváncsiak rá. Ha együtt tudnak vele létezni, akkor jó mozgot faragtam. Tavaly egyese faragtam, mert nem volt hozzá kedvem, nem volt hozzá olyan hatás, hogy nekiálljak. Fizikailag, technikailag nem egy nagy ügy, tehát azt mondom, hogy 3 nap alatt ki lehet faragni készre egy maszkot. De annak nem lesz lelke igazából. Az a jó, ha küzdünk egymással, ha kínlódunk egymással, ha hat rám. Van olyan maszkom, ami úgy készült, hogy elkezdtem, aztán félredobtam, aztán megint úgy éreztem, hogy hát ha átalakítottam, mégse volt jó. De egy év után olyan készült, amire az egyik legjobb barátom azóta egyszerűen nem tud másképp gondolni, csak úgy, hogy az az övé. Englert Antal maszkjai bejárták a világot, Kínától Angliáig mindenhol megfordultak már. Jelenleg a Hagyományok Házában is van egy szekció, ahol a busó maszk faragó darabjait is meg lehet csodálni.